Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig itt nem más, mint a pénteki chat. Mai adásban megnézzük, hogy mi történt a LEGO házatáján, hiszen történtek nagyon izgalmas dolgok, valamint a nyereményjátékról is beszélünk, hiszen múlt héten kihirdettem egyet, és annak jön a sorsolása. Na de kezdjük a LEGO-val. Három érdekesség volt a héten. Az első, hogy háromfajta új kulcstartó fog megjelenni a boltok polcain. Ez Mickey egér, Mini és egy New York-i fólós figura. Ezen kívül végre elérhető lesz, most már majdnem mindenhol, a Szabadság szobor hűtőmágnes verziója. Ugye eddig ezt csak New Yorkban lehetett megvenni. Biztos van, aki ennek örül, van, aki nem, de azért végig bizonyos szempontból pozitív, hogy végre elhozták a hazai piacra is. A nagyobb izgalmas dolog az az, hogy ezen a héten kihirdették a következő IDs készleteket, tehát megmutatták, hogy kik azok az alkotók, akik nyertek a választáson, fogalmazunk így. Ugye itt a mondjuk úgy kesztyűrajongók nagyon fognak örülni, hiszen a kesztyű világába passzoló egy picit, nyilván nem ugyanaz a darabos megépítés, mint régen volt, hanem egy kicsit komolyabb, de egy Kovács műhely lett az első, úgyhogy ő lesz biztosan készlet. A második pedig Mici Mackó háza, vagy az Oduja, ki hogy hívja, ez is meg fog jelenni IDs készletként. Én itt feltettem kérdéseket nektek a Facebookra, hogy mennyire tetszenek ezek a két választás. Nem mindenki rajong értük, de az tisztán látszik, hogy a Mici Mackó az mindenkinek a szívét megdobogtatja, tehát valószínűleg az lesz a sikeresebb. Meglátjuk, mi lesz belőle, illetve hogy mikor fognak megjelenni. És az utolsó LEGO-val kapcsolatos hír, ami szintén nagyon izgalmas, ugyanis volt Kopenhágában egy ilyen bemutató, ahol kikerültek prototípusként egy megvilágító kittek. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző gyári készletekbe, majd most a mellé adnak, inkább úgy fogalmaznék, hogy hozzá lehet vásárolni egy ledes világító készletet, amikor sötétben meg tudod szépen világítani a készletet. Még prototípusok, tehát még nem vásárolhatók meg, még sorsuk sincs eldöntve, ezek csak ilyen próbálkozások, hogy a eddigi látogatók vagy a közvélemény mit szól hozzá. Reménykedik benne, hogy rábólyontanak és meg lehet vásárolni. És akkor térjünk is át kockámese embernek a dolgaira, hiszen itt is volt érdekesség, méghozzá az, hogy a YouTube csatorna elérte a 300. feliratkozót, ezt nagyon szépen köszönöm nektek, és úgy gondoltam, illetve úgy adódott, hogy ebből a idén megjelent LEGO könyvből duplázva lett, hiszen megkaptam születésnapomra, és ahhoz gondoltam, hogy a saját példányomat kisorsolom, de ennek feltétele az, hogy el kell érni a csatornának az 500. feliratkozót, tehát amint az megvan, akkor kihirdetem a nyereményjátékot, és indulni fog utána a sorsolás, de csak akkor, ha az 500. feliratkozó megvan, úgyhogy adjátok tovább hírül, majd szóljatok mindenkinek, hogy iratkozzon fel a csatornára, hiszen ezt a szuper könyvet lehet majd megnyerni. Most jön a nyereményjáték. A múlt heti adásban nyereményjátékot hirdettem, ahol a Nürnbergi relikviákat lehetett megnyerni. Ezek közül ugye volt a matricaív, valamint a ninjábos kulcstartó. Ezt fogom most kisorsolni. Összesen 7 komment érkezett a videó alá, úgyhogy hetetek közül fog eldőlni, ki lesz a szerencsés. Na, indítsuk el a sorsolást. Meg is van. Márkus Ákosnak gratulálok, majd légy szíves, vedd fel a kapcsolatot, akár Facebookon, akár e-mailben, hogy megbeszéljük, hogy tudod átvenni a nyereményedet. És akkor nem maradt más, mint elköszönni. Köszönöm szépen, megnéztetek ezt a videót. A hétvégéhez mindenkinek nagyon jó legózást, jó pihenést, illetve a mai napra mindenkinek kellemes Valentin napot. Jók legyetek, sziasztok!